Jó gyakorlatunknak a címe a Mérés Mintaadó Intézmény. Ez a jó gyakorlat 2005-ben indult, amikor kettő kolléganőmmel, vagyis mi hárman, elvégeztük a Szegedi Egyetem pedagógiai értékes szakértő szakát. Ma az oktatási rendszerben a gyerekek és a szülők nagyon sokféle intelligenciával, nagyon sokféle személyiséggel rendelkeznek. Van olyan szülő, aki abszolút nem törődik a gyerekével, a gyerek egy hátrányos környezetből érkezik hozzánk. Van olyan szülő, aki túlzottan is érdeklődik a gyereke iránt, szeretne mindenképpen beleszólni az iskolai és az iskolai pedagógusok munkájába, és van persze ugye a nagy többség, aki ugye elfogadja az iskola szakmai hozzáértését, de mindenképpen a legjobbat szeretné a gyerekének. Na most ebben az egész rendszerben kellett találni egy olyan eszközrendszert, amely minden szülőhöz is megtalálja az utat, hogy mi a számok erejével, a statisztika erejével be tudjuk azt mutatni, tudjuk azt érzékeltetni a szülőkkel, pedagógusokkal, esetleg az ellenőrzést végző hivatalokkal vagy bárki mással, hogy nekünk a gyereknek a fejlődése az biztosított, a gyerek ez és ez és ez alapján érje el az eredményeket, és mi mit javaslunk ezen mérés eredmények alapján a gyerekkel otthon például hogyan foglalkozzon. Vagy ugye a másik végletet mondom, azok a szülők, akik abszolút nem foglalkoznak a gyerekkel, azokat a gyerekeket sem szabad hagyni, kallódni, tehát elkallódni. Ezek a gyerekek között is rengeteg tehetség van, aki valamely területen tehetség, de lehet, hogy egy másik, mondjuk a szociális intelligenciát fejleszteni kell neki, ezért ő külön személyiség foglalkozásra is jár, hiszen iskolánknak önálló iskolapszichológusa is van, sőt önálló fejlesztő pedagógusa is, aki csak az ilyen gyerekekkel foglalkozik, hogy ne kallódjanak el az élet során, és itt megkapják a megfelelő alapot. 2005-től hárman végeztünk a Szegedi Tudományi Egyetemen, és mikor elvégeztük, akkor úgy gondoltuk, hogy van bennünk annyi tudás és energia, hogy egy kicsikét változtatunk az iskola mérési rendszerén. A tantárgyi mérések bővítésével kezdtük először is, és erre ki is dolgoztuk az eljárásrendünket közben, átdolgoztuk, kidolgoztuk, és ez úgy indult, hogy fél évi évvégi méréseket határoztunk meg, a tantárgyi méréseken kívül képességméréseket is. Ezt az első időszakban próbálgattuk, hogy mely mérések maradjanak benne, mely mérések azok, amelyeket tudunk hasznosítani, és ezzel úgy kialakult egy kép az iskolában arról, hogy milyen tantárgyi méréseket és képességméréseket végzünk. Közben, vagy 3 évvel ezelőtt felvetődött az iskolában a tehetséggondozó programnak a kidolgozása, és úgy gondoltuk, hogy ez a mérési csoport akkor alkalmas lesz arra is, hogy ebben is részt vegyen, és ebben is segítse a munkát. Közben azon túl, hogy a munkaközösségek ezeket a méréseket fel tudják használni, a szaktanárok fel tudják használni, az osztályfőn képet kap a tanulóiról, ezen kívül ugye a szülőt is tájékoztatjuk ezekről az eredményekről, ezen túl még a tehetséggondozó programba a beválogatást is segítik ezek a mérések, és ezáltal bővültek is a méréseink. Korábban is voltak tantárgyi méréseink, csak így most már, hogy többen is voltunk, így akkor ezt így megosztottuk, hogy akkor a kolléganő alsó tagozatban, én akkor felső tagozatban, és akkor így segítettük akkor egymás munkáját is, és akkor úgy, nekünk ez így tetszett, szerettük csinálni. Annak idején még a magyar oktatásügyben a mérés értékelés gyerekcipőben járt. Senki nem tudta, hogy mire való, mire fogják később ezt használni. Mi 2006-tól folyamatosan elkezdtük iskolánkban még az anno úgynevezett minőségbiztosítás keretében fejleszteni ezt a jó gyakorlatot. És ez a jó gyakorlat arról szólt, első körben, hogy csak a felsős gyerekeket és egy részét mérjük, és csak tantárgyakból készítünk fel adlapokat. Ezt később kiterjesztettük az egész intézményre, minden gyermekre. Ma meg már ez a jó gyakorlat szervesen beleépült az iskola tehetséggondozó programjában, ami még plusz feladatot ró ránk. És gyakorlatilag azt jelenti, hogy ma a Tiszavasvári Általános Iskola mind összesen 888 tanulóját valamilyen szinten évvégén, fél évkor mérő eszközökkel megmérjük, alapvető készségek, képességek és tudásszintjüknek megfelelően. Ezek az eszközök olyan bemért, általunk úgynevezett mérési jóságmutatókkal ellátott
feladatlapok, amelyeket kipróbáltunk, vagy pedig valamely szakmai szervezettől kaptunk meg kipróbálásra, illetve használatra, és itt ugye a legnagyobb szakmai szervezet, ami nekünk segítséget nyújtott, a Szegedi Tudományegyetem, Csapó Benő és Vidákovics Tibor professzor uraknak a vezetésével, ugyanis ővelük tartjuk mai napig a kapcsolatot, mi a Szegedi Egyetemnek a kutatócsoportjának a bemérő próba iskolái közzé tartozunk. Itt azóta rendszeresen azok az országos mérőeszközök, amelyek kikerülnek a nagy rendszerbe, azok nálunk egy-két évvel előtte megfordulnak, és itt mi vagyunk az egyik iskola, aki ezt beméri, és mi tartjuk a kapcsolatot az ottani kutató kollégákkal. Ők csinálják, és az ő jóváhagyásukkal mi is felhasználhatjuk. Tehát ezeket, amelyeket persze nem tudunk felhasználni, mert ugye a szerzői jog végidi, azokat nem használjuk fel, viszont nagyon sok olyan tesztünk van, amelyek egy előző országos mérésnek a tesztjei, amelyek már bemért országos átlagokkal rendelkeznek, innentől kezdve a mi gyerekeinket tudjuk hasonlítani egy országos standardhez. Most ezek az adatok feldolgozása óriási munkát jelent a kollégá nőim részére. Ez azt jelenti, hogy körülbelül most olyan 4 gigabájtnyi Excel táblázatunk és adatunk van, amely visszamenőleg immár 8. éve minden gyermeknek az adatát tartalmazza, sőt, 4. éve van az, hogy egyéni lapot készítünk minden gyerekről. Az egyéni lap folyamán a fejlődését tudjuk követni a gyereknek. Itt a matematika, magyar tantárgyakban előforduló készségek, képességeknek a mérés eredményeit rögzítjük, valamint ehhez a mérés eredményekhez rögzítjük az úgynevezett háttér adatokat. Ez a tanulási stílus, tanulási attitűd, szociometria lényeges pontjait. Ez minden osztályfőnöknek egy adathordozón rendelkezésre áll. Régebben próbálkoztunk papíralapon, de az adatmennyiség miatt ez már nem működik, hanem mindenki megkapja a CD-n vagy pedig e-mailen a saját osztályának az adatait. A pedagógusoknak nálunk annyiban jelent ez plusz munkát, hogy az általunk elkészített táblázatokat kitöltik a megfelelő mérési eredményekkel, úgy általában pontokkal kell ezt megtenni, és ezt visszaküldik a úgynevezett mérési csoportnak, és a mérési csoport kollégái szám szerint egy alsós, egy felsős és az ő informatikai segítőik elvégzik az eredményeknek az elemzését. Hát az a szokás, hogy ugye akkor mi ezeket az eredményeket, amiket mi megkapunk a mérés után, akkor ezt mi értékeljük, és ezt mi fél évkor és évvégén mindig a tantestület előtt ismertetjük. Egy jó ideje már külön szoktuk a felső tagozatot, és az alsó tagozatot egy más kolléganő az, aki ismerteti, és ezt mindenki előtt elmondjuk az eredményeinket. Nagyon szép grafikonokat tudunk majd mutatni az ide látogató kedves jó gyakorlat vásárlóknak, hogy ugye hogyan is fejlődött egy osztály 5-től 8-ig például matematikánál. Ez egy példa csak arra, hogy matematikában megvannak a típus feladatok, tehát értékváltás, összeadás, kivonás, osztás, szorzás, és akkor ezt 5-től minden egyes gyereknél megmérjük 8-ig. Sőt, osztályokat össze lehet hasonlítani. Nagyon érdekes eredmények jönnek ki például egy év folyamon belül, ha kiderül, hogy tanítani például hol hiányzott, mert az a feladat annál az osztálynál például nem megy. 5. osztályban évelején, mikor felkerülnek a tanulók, akkor mérünk magyarból és matematikából. És ezt úgy alakítottuk ki, és most már a 8., sőt már szerintem a tavalyi osztály is úgy ment ki, hogy 5-től kezdve mindig ugyanazokat a területeket mértük. Tehát például én most, ha mondom, a matematika szakos is vagyok, ha például most matematikából mondom azt, hogy az első feladat mindig a számsorozat, utána 4 alapművelet, mértékváltás, szöveges feladat, százalékszámítás, és ezeket mérjük mindig 5-től, persze mindig a képességnek megfelelő szinten, és akkor így össze tudjuk akkor hasonlítani az évek során a fejlődést, vagy látjuk azt, hogy hol van lemaradás, illetve egyáltalán látjuk azt, hogy mi az, amely a terület, amelyet fejlesztenünk kell. Nálunk 5-ben érkezik az új osztály, tehát akkor kap egy osztályfőnök újat, érdemes megismerni a gyerekeket. Tehát, hogy kik is vannak abban az osztályban, és akkor ehhez nagyon jó az attitűd, a szociometriai felmérés. Ez minden osztályfőnök meg szokta csinálni 5-be. A tanulási stílusmérés. És akkor miután ezeket kielemeztük, akkor kapunk egy képet az osztályról. Osztályon belüli kapcsolatra. A
barátok, a vezéregyéniségek az osztályban. Tehát ezek a legfontosabb kérdések. Tudják, hogy ennek tulajdonképpen csak én kapok róla információt, és más senki nem fogja látni, és ezért őszinték is szoktak lenni. Viszont nekünk jó, mert sok minden kiderül ebből. És azért is jó, mert ezután meg tudjuk használni. Mert összeállítjuk az osztályunkról, hogy körülbelül milyen ennek az osztálynak az összetétele, kik a ugye a csoportmozgató egyeniségek, és akkor azt a későbbiekben használt tudjuk venni. Egy részt abból a szempontból, hogy könnyebben tudunk hatni a gyerekekre, ha általuk, vagy fordítva is, akinek meg nincs meg ez a képessége, vagy erőssége, azokat meg segíteni abban, hogy ne hátul legyenek mindig, hanem pontosan, hogy ők is előtérbe kerülhessenek. Nekünk, ami osztályfőnököknek fontos, ezt meg szoktuk ismételni 2 év múlva. Azért is, hogy lássuk, hogy hová fejlődtünk az alatt, mi változott az osztályon belül. Meg olyan érdekes, mert még 5. mind ezek a kicsik, ugye általában a család mozgatja, a szülőnek akar megfelelni, vagy a tanárinnek, vagy 5-öst kapni. Ez már 7. változik, és ha nem változik, azt is tudnunk kell. Mert ugye jön a középiskola, és akkor ezért szeretjük ezeket újra mérni, hogy láthassuk, hogy a gyerekek hova fejlődtek, vagy nem fejlődtek, és mi még a teendőnk, még mindig van 2 évünk, hogy abba az irányba irányítsuk őket. Tanulási stílus és a tanulási attitűd mérése történik meg, eddig 5. osztályban történt évelején, de most, hogy fel tudjuk használni a tehetség azonosításhoz, már most 4. év végén elvégezzük ezt a mérést, és itt tulajdonképpen a tanulási stílusnál azt vizsgáljuk, hogy mely tanulási stílus az erősebb a tanulóknál, illetve én meg szoktam nézni azt is, hogy az osztályra milyen tanulási stílusa jellemző, és akkor utána arra jó, hogy a pedagógus, ha frontálisan dolgozik, akkor az osztálynál milyen tanulási stílust alkalmazzon, illetve a csoportbontásnál is alkalmazhatja ezt, ennek az ismeretében végzi el, akkor mondjuk a csoportbontást, viszont arra ügyelni kell, vagy én azt mondom, hogy figyeljünk oda, hogy ne csak azt nézzük, hogy mely tanulási stílusok az erősek az osztálynál, illetve a tanulónál, hanem amelyek kisebb értéket mutatnak, azt is erősíteni kell. Kollégáknak, hál' Istennek sikerült megérteni ez alatt a 8-9 év alatt, hogy nem azért csináljuk a mérést, hogy most őt mérjük, hanem azt, hogy a gyerek tudását fejlesszük, a gyerek tudásának a fejlesztéséhez pedig szükségesek ezek az adatok, és ez csak akkor lehet azt mondom, hogy igaz, vagy akkor lehet pontos, hogyha nem begyakoroltatjuk, hanem a gyerek akkor látja, megcsinálja, és onnantól kezdve utána tudjuk azt, hogy mit kell a gyereknek fejleszteni a későbbiek folyamán, és az a pedagógusnak a saját munkáját fogja megkönnyíteni. 5. tulajdonképpen meg kell tudjuk, milyen a gyereknek a tudása. Tehát ezt minden iskolában általában el szokták végezni. És ezen kívül, mivel most egyre több mérést vezetnek be országos szinten, azokban mindegyikben részt kell vegyünk, meg 2 anyanyelvű mérésben benne vagyunk, most a többi nyelvet tanuló diáknak is lesz. Tehát ezeket mind végig csináljuk. A belső mérésünk arra a célra szolgál, a nyelvi mérés például, hogy ezekhez viszonyítva egy képet adjon rólunk. Ez megint nem a jegy lényeg, mert csak mérjük őket, tehát hogy tudjuk, hogy az a szint, ami nekünk várható év végére, ahhoz képest hol vagyunk. Tehát melyik az a része, amit erősíteni kell, mondjuk egy nyelvi mérésnél több része van, olvasás, magnóhallgatás, írás, a többi, és ha megcsinálunk velük egy ilyen mérést, egy belső mérést, akkor láthatjuk, hogy melyik diáknál melyik része nem megy még annyira, amennyire kellene. És akkor arra tudunk jobban koncentrálni. Ezek szummatív mérések is lehetnek, a pedagógusnak saját joga, hogy ezt leosztályozza, vagy nem. A gyerek valószínű, ugye gyereki mi voltánál fogva,
ha azt mondjuk, hogy nincs tétje, csak megmérjük, nem kap rá jegyet, akkor ellustálkodja a dolgot. Viszont miután tétje van és jegy kerül rá, onnantól kezdve komolyan veszi a dolgot, nekünk azt kell megtalálni azt az összhangot, hogy olyan mérőlapot alkalmazzunk, ami osztályozható is, valamint a mérési eredményeket is megfelelően produkálja. Most hetedikes az az évfolyam, ahol már a személyes portfóliót is használjuk, csak elsősorban még most a tehetségcsoportos gyerekeknél, ugyanis van egy komplex tehetséggondozó program is az iskolában, tehát egy évfolyam úgy néz ki, hogy van egy két tanítási nyelvű osztály, most már komplex osztályok vannak, komplex tehetséggondozó osztályok, és persze, hogyha valaki igényli, akkor csak normál tantervű osztályba is jár a gyereke. És na most ezek a komplex tehetséggondozó csoportba járó gyerekeknek van egy személyes portfóliójuk, amely tartalmazza az összes mérést, valamint még ezen kívül az eredményeket is, tanulmányi versenyeken is mindenhol, ahol ezek a gyerekek részt vesznek. Plusz még ebbe a tehetséggondozó csoport mérési rendszerébe kapcsolódott be dr. Balogh László professzor úr, a Debrecen Egyetemnek a pszichológiai tanszékének a vezetője, aki plusz a mi megsegítésünkre még pszichológiai mérést is teljesen függetlenül elvégzi a tehetségesnek ítélt gyerekekkel, amelynek a visszajelzése a szülők számára megtörténik. Ez úgy történik, hogy Balogh László professzor úr ismerteti a gyerekek szüleivel ennek a mérésnek az eredményeit, először csak általánosságban és név nélkül, következő évben, mikor megtörténik a visszamérés, mert ugye egy mérés nem mérés, azt mondja a szakma, akkor már személyes elbeszélgetés történik meg, csak a szülő és a professzor úr, valamint mondjuk jó magam részvételével, ezáltal a gyereknek a fejlesztendő képességeit, vagy pedig a már kifejlett képességeit megbeszéljük, és a szülő segítségét kérjük abban, hogy a későbbiek folyamán milyen közös munkát kell végeznünk, hogy igazi tehetség váljon ebből a gyerekből. Hogyha érdekel engem, akkor az osztályfőnökkel tudom megbeszélni a gyerekemnek, hogy mit tapasztalt róla, vagy esetleg úgy mondom most, hogy gondjai vannak. Én az én gyerekemre gondolom, hogy szorongos, izgulós, tehát ezt ki is mutatja a teszt, és az osztályfőnök is, még lehet, hogy előttem én, ha nem szólnék, már információt kap róla. És akkor ezért örülök én neki, hogy ő is tud róla, tehát nem muszáj neki, felhívjam rá a figyelmét, mert ő akkor is tudja. Én, mint szülő pedig fordulhatok hozzá bármikor, mert tudom, hogy érti a kérdést, amire kérdezek. Hogyha nem érdeklődöm, akkor valószínű nem. Tehát a tanulmányi eredmények, azok a tesztmérések eredményéről tudunk. Viszont az ilyen osztályon belüli mérésekről csak akkor, hogyha én érdeklődöm, vagy kérdésem van. Két dologról kell beszélnünk. Van az a mérési rendszer, amely csak a tehetséggondozó csoportokra vonatkozik. Az plusz szolgáltatásokat is nyújt, tehát ami az már a tehetségeseknek, a tehetség gondozásba bekerült gyerekeknek a mérésére szolgál, az elsősorban oda, ahol ilyen oktatást, képzési formát választanak az iskolák. Viszont maga a mérési rendszer, maga a mérési folyamat, az minden magyar általános iskolának ajánlatos lenne, ugyanis ezzel tudja bebizonyítani azt, hogy az ő pedagógiai folyamatában mennyi is az a hozzáadott érték, amit első osztálytól a 8. osztály évvégéig az adott tanuló az ő intézményen megkap. És ezt a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata minden egyes iskolának a minőségi munkájának lenne a mutató száma. Általános iskola első osztálytól 8-ig mindenkinek rendelkezésére áll, az átvétel folyamán a jó gyakorlat adaptálható, bármilyen formában ennek mi segítséget tudunk nyújtani, ez abban merül ki ez a segítség, hogy rendelkezünk intézményünk 3 pedagógiai értékes szakértővel, aki a helyszíni szaktanácsadást, illetve a adaptálandó anyagokat el tudja mondani az iskolának, aki átveszi tőlünk, el tudja végezni a képzéseket, és az elemzésekben is segít.
valamint ugye azokat a feladlapokat, amelyek ugye nem szerzői jog alatt vannak, azokat tudjuk biztosítani a bemért úgynevezett jóságmutatókkal együtt annak az iskolának, aki ez iránt érdeklődik. A dokumentáció ez fel van töltve az edukáció honlapjára a jó gyakorlatok részében. A jó gyakorlatok közül mi most ugye nem csak az edukáció, hanem a KLIK úgynevezett mentoráló intézményben is benne vagyunk, és egyik mentoráló feladatunk a mérésnek a továbbadása az érdeklődő iskolák számára. Tehát az edukációnak a minősítési rendszerén végeztük ezt a jó gyakorlatnak a feltöltését. Az, hogy ugye most itt mi, azt mondtam, hogy ugye az első évtől kezdve már ezt lehet hasznosítani, ugyanis vannak bizonyos mérési adatok, amelyek országos standardként rendelkezésre állnak. Tehát például kiegészíti ezt a mérési rendszert a kompetencia mérésnek az adatai. Hát ezt össze lehet a kettőt hasonlítani. A kompetencia mérés és ezt. Ez első évben akár. De mindenképpen egy általános képet ad a gyermekek összetételéről. Azokat a statisztikai mutatókat, amelyet a szakértői kollégámmal meg tudunk mutatni, az már az adott csoportról a háttérkérdőívek felvételével együtt tud valamilyen képet adni, amelyet a pedagógus fel tud használni a munkájában. És a következő évtől második évben már az előző évi adatokat lehet vizsgálni, hogy milyen fejlődés történt. El lehet kezdeni 5. évfolyamon is, mi annak idején 5. évfolyamon kezdtük, utána kezdtük elsőtől kezdve, amikor már ugye az egészet folyamatába elvégeztük, és volt rá kapacitás. Tiszafasvári társadalom az eléggé összetett, nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, hogyha számokat mondhatok, akár Tiszafasvárinak a mi iskolánkban is 40% a hátrányos helyzetűnek mondható, 25% a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. És ugye a 888 főből, ha ezt kiszámoljuk, akkor elég sok az a gyermek, aki ebbe a kategóriába sorolható, és akkor még nem beszéltem a csonkaházasságban, vagy éppen veszélyeztetett kategóriában lévő gyerekeket. Na most ahhoz, hogy mi egy egységes rendszert fel tudjunk építeni, a pedagógus tudja, hogy mit kell kezdeni a gyerekekkel, ezért kell egy olyan adatbázis, amiben ki tudja emelni, hogy ennek a gyereknek ezt a foglalkozást kell megtartani, ennek a másiknak azt. Az is nagyon szerencsés dolog, hogy egyéni fejlesztési órákat nagyon sokat tudunk tartani. Tehát több 300-as nagyságrendben van egyéni fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy a kötelező 16 óráig való bentartózkodás terhére a kollégák délután egyénileg 1-3 fős csoportokban, esetleg 6-8 fős csoportokban foglalkoznak a felzárkóztatásra vagy fejlesztésre szóló gyerekekkel, amellett, hogy ugyanúgy megvan például a tehetségcsoport, akik délután tehetségfoglalkozásokon vesznek részt. Ez a módszer megváltoztatta a kollégák először is szemléletmódját, a gyerekhez való hozzáállását, nagyban változtatja oktatási módszereinket, ugyanis a továbbképzések során azokat a képzéseket választjuk a kollégáknak, vagy választják ők saját maguk, amelyek abba az irányba viszik el őket, hogy az adott tanulócsoporttal milyen módszerrel kell foglalkozni. Tehát ha kooperatív oktatás kell, akkor kooperatív oktatás kell, ha differenciált oktatás kell, vagy differenciált csoportbontás az órán belül, akkor differenciált csoportbontás. Kollégáink erre szakmailag felkészülnek, tehát ez az első döntő. Aztán a másik az, hogy a továbbtanulási mutatóink alapján joggal mondhatom, hogy az iskola megállja a helyét, hiszen ugye a kötelező középiskolai visszajelző rendszerben általában nem romtanak a tanulóink, sőt azt mondhatom, hogy a szakiskolába menő tanulók többször jönnek vissza, hogy hát tanárbácsi, itt kettes voltam, ott meg kitűnő vagyok, és örülünk neki, mert ez azt mutatja, hogy a mi általunk ugye ebben a közegben értékelt gyermek egy egészen más közegben a sokkal jobb képességűnek tűnik. Persze ez a mérés értékelés szakmaiságához tartozik, hogy az osztályzás mint olyan mennyire elfogadható értékelés egy osztályrendszerben. Erről nekem külön véleményem van, de az nem ide tartozik.